Lehet-e magyarnak maradni úgy, ha valaki 3 évtizede alig hall magyar szót maga körül? Ha a körülötte élők többsége azt sem tudja igazán, merre van ez a kis ország. Jelenthet-e számára valamit az 56-os forradalom, a szabadságért folytatott harc egy olyan ország lakójaként, ahol magától értetődő a szabadság? Antoni Attila számára egyértelmű a válasz ezekre a kérdésekre. A 35 éve Ausztráliában élő televíziós operatőrről két dolgot biztosan tudnak azok, akik ismerik. Hogy tehetséges, és hogy magyar. Az élő kapcsolás előtti utolsó, feszült pillanatok. Mindenütt önfelett foci drukkerek. Ők szurkolni jöttek, a körülöttük dolgozó tévéstábok pedig azért, hogy a nézők Ausztrália szerte úgy érezzék, ők is ott vannak az ünneplő tömegben a futballstadionnál. Az élőadás a televíziózás magas iskolája. Részt venni benne igazi álom, néha pedig rémálom a híradósoknak. A riporter és operatőr felkészültségén és tehetségén múlik a siker. Ausztrália legnézettebb televíziós csatornájának kamerája mögött egy magyar fiatalember áll. Antoni Attila a világ számos országában forgatott már. Megszokta, hogy nagy felelősség nyugszik a vállán, és napról napra milliók nézik azokat a felvételeket, amelyeket ő rögzített. 10 éve operatőr, a szakma és a csatorna egyik legjobbja. 2,5 éve dolgozom Attilával, amióta a Channel 9-nál vagyok. Azonnal jól kijöttünk egymással. Ő a kedvenc operatőröm az egész csatornánál. Remélem, nem túl sok más operatőr hallja ezt most, de Attila egyszerűen fantasztikus. Nagyon különleges felvételeket készít, és hát mindig a legjobb képet mutatja a riporterekről. Attila Szabadkán született. Mindössze 2 éves volt, amikor családjával együtt a délvidékről Ausztráliába költözött. Ennek már 33 éve. Mégis máig folyékonyan beszél magyarul, és óriási lelkesedéssel tud beszélni a magyarországi útjain szerzett élményeiről, no meg olyan örömökről, mint a magyar ételek. Nem véletlen, hogy szülei is egy magyaros éttermet vezettek hosszú évekig Ausztráliában. Mikor ott voltam Magyarországon, hát ez volt a mennyország. Halászlé, sütemények, minden olyan finom volt, ez egy nagy örömöm volt. Azt is nagyon élvezi, hogy olyankor végre mindenki magyarul beszél körülötte. Rendszeresen jár haza feltöltődni. Munkahelyén pedig nincs, aki ne tudná, honnan származik, és mennyire büszke arra, hogy magyar. Nagyszerű történeteket hallunk, mikor visszajön, és a legfontosabb, hogy ezzel a családi köteléket képviseli. Nagyon szeret visszamenni oda, ahonnan származik, és találkozni az ott élő rokonokkal, és elmerülni az ottani kultúrában. Már többször beutazta kamerájával ezt a hatalmas, kontinensnyi országot. Tudósított országrészeket megbénító tájfunokról, árvizekről, de forgatott a több 100 000 négyzetkilométer területen fekvő ausztráliai sivatagban is. Mindig is tudta, hogy televíziós akar lenni. Bár szülei nem lelkesedtek az ötletért, ő mégis addig küzdött és tanult, míg operatőr, sőt egy piacvezető tévécsatorna legfoglalkoztatottabb kameramanja lett. Akik ismerik őt, nem lepődtek meg azon, hogy vizsgafilmjéhez is magyar témát, az 56-os forradalom eseményeinek feldolgozását választotta. Megrázó interjúkat rögzített olyan magyarokkal, akik részt vettek a harcokban, majd a forradalom leverése után el kellett menekülniük Magyarországról, és Ausztráliában telepedtek le. Mi kész voltunk arra, hogy akármibe fog kerülni, ki fogjuk vívni a szabadságot. A film hatalmas sikert aratott. Sok olyan emberhez jutott el, akiknek mindaddig fogalmuk sem volt arról, hogy van egy ország Európában, ahol 56-ban rengetegen harcoltak, szenvedtek és haltak meg, vagy menekültek el végleg a hazájukból a szabadságért. 56 novemberében menekültem Magyarországról, mert különben börtönbe kerültem volna, vagy kivégeztek volna. A film 10 éve készült, de Attila máig nem felejti, mekkora hatást tett rá mindaz, amit az 56-os magyaroktól hallott. Nagyon megható volt ez nekem, mert hallani ezt a sok sztorit, amit ezek a magyarok mondtak, kemény
idő volt ott nekik az életükben is. Láttam rajtuk, hogy milyen büszke magyarok voltak. Amilyen büszke ő maga is. És neki is harcolnia kell, igaz nem a szabadságért, inkább azért, hogy megmaradjon magyarnak úgy is, hogy egy másik országban tanult, dolgozik, él már évtizedek óta. És átadhassa magyarságát majdani gyerekeinek is. Ehhez viszont, mint mondja, magyar feleség kell majd. Egyel több ok egy újabb magyarországi látogatásra.